sportosat. Ma esti vendégünk Szőnyi János, a birkózók egykori sikerkapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Most lehet, hogy formabontók leszünk, mert most nem igazából a birkózásról fogunk beszélni. Ennek oka az, hogy ma ugye a Magyar Birkózó Szövetség sajtótájékoztatót hívott ugye össze, amelynek témája az volt, hogy a 2005-ös budapesti világbajnokság rendezésével kapcsolatos költségek elszámolásáról szóló könyvvizsgálói jelentés bemutatása, illetve hát próbálták, ugye jól tudom, ugye elmagyarázni, hogy valójában mi is történt, történtek-e hibák vagy sem. Jani, ott voltál, mit lehetett hallani, mit lehet tudni, történtek-e szabálysértések a budapesti világbajnoksággal kapcsolatban? Hát én ezt megállapítani nem tudom, de valóban elég ellentmondásos sajtótájékoztató jött most itt létre. Nem is tudom, hogy a Hegedűs elnök úr ezt miért hívt össze, hiszen még nincs vége a könyvvizsgálat. Igaz, lényegben a könyvvizsgálatnak vége van, de még a felügyelő bizottság munkájának nincs vége. Tehát lényegében a felügyelő bizottság fog majd ítéletet mondani, körülbelül 2 hét múlva erről a dologról. Tehát ez egy kicsit elkapkodott sajtótájékoztató volt, annak ellenére elég sokan eljöttek, sőt mondhatom, nagyon sokan a birkózásra gondolok. Ezt most, ha jól tudom, viszont ezt a Magyar Birkózó Liga kezdeményezte végül is? Igen, igen, ez így van. Ezt tudni kell, hogy már hosszú évek óta látjuk, hogy valami nem stimmel, tehát nem úgy mennek a dolgok a magyar birkózásban, ahogy kellene, és hát itt a Kacsó Tibor vezetésével létrejött a Birkózó Liga, aminek úgy érzem, hogy ez fontos dolog volt, mert rávilágít olyan dolgokra, amire azért oda kell figyelni, legalábbis szólunk időben különösen a szakmára való tekintettel, de hát meg kellett szólni a pénzügyi dolgok tekintettel is, hiszen hiányolunk nagyon sok mindent, amelyeknek kellene valósítani a birkózásban. Itt gondolok arra, hogy a szakosztályoknak a támogatását, itt nem nagy összegekre gondolunk, hanem egy erkölcsi és egy némi kis anyagi segítséggel is kellene támogatni mindazokat, akikre erre rászorulnak. És hát azon kívül természetesen vannak olyan gondok, hogy kértük, hogy a csapatbajnokságot, a régi csapatbajnokság visszaállítását, amely szinte mondták, hogy a szívünkből beszélsz, és hogy ezt természetesen vissza fogjuk hozni, de egy idő után szép lassan lesöprik ezeket a felvetéseinket, amik vannak. Jani, a mai sajtótájékoztatón a független könyvvizsgálói jelentésről mit lehetett tudni? Mi az, amit úgy elmondtak, ami úgy konkrétum, ami ül? Hát, de jól tudom, ugye még azért nagy része még vizsgálat alatt van. Igen. Nem tudom, rendőrség vagy APEC vizsgálódik-e az ügyben? Egy biztos, hogy 91 pontban tárta fel a könyvvizsgáló a gondokat és problémákat, amelyre kérte az orvoslást a Birkózó Szövetségtől. Erre, tehát valami, a Birkózó Szövetség intézkedett és vittek be számlákat, és tehát próbálták ezeket a dolgokat ilyen másolatokkal rendbehozni. A könyvvizsgáló a következő második ciklusban azt írta, hogy vannak további gondok is és problémák, ezt egy vezetői levélbe értesítette erről az elnököt. Erre a vezetői levélre várja a könyvvizsgáló választ, de ezt a választ még nem kapta meg, tehát ezért egy kicsit elkapkodott és korainak tekinthető. De jól hallom, kiszavítva, ez ilyen belső vizsgálat, ez egy belső történet végül is? Hát nem belső történet, mert a könyvvizsgálás az nem belső történet, egy független könyvvizsgáló vizsgálás nem, de annyiból belső, hogy ezt a felügyelőbizottság elnöke rendelte el, természetesen a Magyar Birkózó Liga kérésére. Mert felvetődött jó néhány pont, itt 5 pontba írtuk össze az állásfoglalásunkat, itt a könyvvizsgálás csupán 1 pontra terjedt ki, tehát 1 pont volt az, amit vizsgálni tudott a könyvvizsgáló, az pedig a 2005-ös világbajnoksággal elég sok ellentmondásos... Miért most lett téma a 2005-ös budapesti világbajnokság? Tehát én nyugodtan mondhatom azt, hogy az elmúlt időszakban, miután mondtam, mi barátilag szeretünk volna társként dolgozni a Magyar Birkózó Szövetség, ez valahogy nem jött össze, és a végén már tehát elég elfajult, tehát egy kicsit negatív irányba ment el ez a dolog, nem ismerték el a munkánkat, már minket sem, tehát próbáltak bennünket, hogy mondjam, ellenségként apostrofálni, már a csarkodás
kutyákként, meg nem tudom már, mitek neveztek bennünket. A kérdéseinkre sorozatban nem kaptuk meg a válaszokat, ezért mi a kérdéseinkkel a felügyelőbizottság, tehát a Magyar Birkózatszövetség felügyelőbizottság elnökéhez fordultunk, nem a nagy nyilvánossághoz, tehát egy belső vizsgálatot kértünk ezzel kapcsolatban, és az elnök úr ezt reálisnak vagy jogosnak látta ezt a felvetésünket, és megtette ezt az intézkedést. És el is indult, tehát 91 pontban tártak fel gondokat, amit én olvastam, és én tudok, hát az megdöbbentő, az hihetetlen. És ebből hányra tudott úgymond korrektül válaszolni a birkózó ma szövetség? Ma még nem tudjuk, mert a vezetői levél elment a Hegedűs doktornak. A Hegedűs doktornak ezekre a vezetői levelek, ez csak ő láthatta, meg lehetséges, hogy az elnökség tagjai látták, de mi nem láttuk ezt a vezetői levelet. Tehát a válasz sem tudjuk még, hogy mi fog történni, azt sem tudjuk konkrétan, mik vannak abban benne. Mi azt tudjuk, hogy mi van ebben a 91 pontban, ami bizony nagyon-nagyon sok hiányosságot tárt fel, és hát eléggé messzire visz az a 91 pont. Én úgy érzem, hogy úgy elraktározni egy bizonyos világbanság lezárásának a dokumentumait, számláit betenni a fiókban, miközben állítólag már volt egy könyvvizsgálat, vagy talán már kettő könyvvizsgálat is volt, és érdekes módon, hogy mégsem lettek rendbe ezek a dolgok rendbe rakva, hanem kérték most akkor a harmadik könyvvizsgálatot, és a harmadik könyvvizsgálat feltár 91 pontot. Ez eléggé ellentmondásos, hát nem tudom, hogy ebből hogy lehet kijönni. Tényleg hangoztak el a sajtótájékoztatóban konkrét dolgok, hogy mik azok, amikkel esetleg sáros lehet a Magyar Birkózatszövetség. Lényegében ez a 91 pont van még most. El is hangzott? Persze, ez a 91 pont ma még napirenden van, mert még nem tudjuk a másik, nem tudjuk a következő részét. Ugyan mondták, hogy vittek be anyagokat, és próbálták rendbehozni, és sok mindent lepapírozni, de mondom, itt minden másolatokkal működik, tehát ezt nem lehet megállapítani. Melyik a legérdekesebb pont esetleg? Ami nekem? Hát én nem vagyok egy közvéleményt szám... is ő érdekelheti, hogy érdekességképpen. Hát én talán megemlíteném azt, hogy van ott állítólag 7 repülőjegy Pekingbe, amelyek nem tudjuk, hogy kik voltak ezzel a 7 repülőjegyben. Gondolom meg lesz majd erre a válasz, de az egyet biztosnak tartok, hogy Sik András olimpiai bajnok nem volt ott ebbe a 7 repülőjegybe. De őnek ott lett volna a helye, hiszen a Fradi hozott pontot, a Bácsi Péter lett az ötödik helyezett, és a Fodor Zoltán a második helyezett, a Sik András tanítványomnak a versenyzői. És meg vagyok győződés, meggyőződésem az, hogy a Sik András kirepült volna, vagy kivitték volna őt Pekingbe, akkor a Fodor Zoltán olimpia arannyal jött volna haza, és akkor Sik András egy olimpiai bajnoknak az edzője. Akkor a vizsgálat egyik része az, meg tudjuk ki az, akik miatt, igen, ugye Sike itthon maradt. Tehát ezt azért keresik, hogy ki ez, nem tudom a Magyar Birkózatszövetség, hogy milyen választ fog adott erre, vagy milyen választ fog adni. Annyit tudunk, és ez kész tény, hogy a Hegedűs Csaba felesége és két gyermek, és a Gáspár Tamás felesége és két gyermeke kim volt a pekingi olimpián. Nem tudjuk, mivel áll. Ők fizették, szponzor fizette. Támogatást fizette, nem tudjuk az ott tartózkodás költségeit, kifizette ezeket a dolgokat, nem tudjuk. De most 91 ilyen jellegű, vagy... 90. Azért az jó sok. Az hihetetlen sok. Szóval kitalálta meg ezt a sok pontot? Hát ezt egyértelműen a könyvvizsgáló találta meg. Én azért mondtam, hogy én miután nem vagyok szakember, nem szívesen megyek. Ez egy teljesen független könyvvizsgáló. Cég. Egyértelmű, teljesen független könyvvizsgáló végezte ezt a 91 pontnak a feltárását. Hegedűs Csaba ezekre mit mondott a sajtótájékoztató? Hát én úgy vettem észre, és ebben nem csak én voltam egyedül. Megyes hírek szerint elhagyta a sajtótájékoztató, nem maradott végig. Igen, ez így volt. Tehát egy kicsikét ők azért mutatják, hogy itt minden rendben van, itt semmi az égben, semmi probléma nincs. Hát azért ez nem egészen van így. Azért az egy kicsikét kellemetlen volt az újságírók részére és meg az ott ülők részére, hogy a Hegedűs úr elmondta az ő dolgait. Nem is tudok semmi olyan különsebbet mondani, ami megfogott volna, amit ő mondott. A szokásához híven azért elmondta nagy dolgait, és akkor azt mondta, neki a repülőtérre kell menni, és neki sietnie kell. Hát megkérdeztük, hogy esetleg kérdésekre nem válaszol, se újság, azt mondja, nem jöjjenek be hozzám, aki kérdése van, aki felé. Kérdése van, de itt van Gáspár Tamás, majd ő válaszol a kérdésekre. Megint harcom. Ez már nem az első eset, mióta a Dr. Hegedűs Csaba
permanensen megy. Igen. Magyar Birkószövetség elnöke. Tehát van egy vizsgálat, mikor fog ez lezárulni, mikor lehet valóban tényszerűen elmondani, hogy mi történt. Mert ugye most addig, most ugye hát már lehet mondani, de soha nem lehet bebizonyítani, ezt mindig várjuk meg, ugye, hogy... Tehát én azt mondom, ez a lényeg, hogy bármit lehet most még mondani, a vizsgálat nincs lezárva. A felügyelőbizottság elnöke nem mondhat semmit. A könyvvizsgálat persze nem mondhat, tehát, a tehát nem mondhatnak semmit addig, amíg a vizsgálat le nem zárul. Mikor zárul le? 2-3 hét ez mire lezáródik, és mire a felügyelőbizottság döntést fog ebbe a dologba hozni, de akik igazán hozzáértő emberek és közgazdászok és olyan, hogy ezt megfejteni nem lehet. Tehát ezt a dolgot megfejteni nem lehet, ez csak, csak is és csak is az adóhatóság és az adórendőrség tudja. Igaziból minden kétséget kizárólag megfejteni. Oda átadják akkor majd a történetet? Nem tudom, de, de a gyakorlat az, hogyha ha nem találnak mindent rendbe, akkor azt igen átadják. Akkor erre sor kerül... múlva akkor olyan döntést hoznak, hogy átadják a... Elképzelhető, hogy ilyen döntést hoznak. Tehát én azt mondtam, hogy igazi szakemberek, akik ebben szakemberek, azok mondják azt, hogy ebben, tehát ebben a zavaros vízben, ami van, igaziból csak az adóhatóság és az adórendőrség tud kristálytisztán látni. Miután elmondtam azt, hogy mi, tehát mindegyikre rá van írva, hogy ez másolat, tehát másolatokból dolgoztak. Tehát nem gyanúsítva a dolgok, mert lehet, hogy tökéletes, lehet, hogy tiszta, de itt senki nem mondhatja azt, hogy itt minden rendben van, itt maximum csak a felügyelőbizottság elnökének a szavára kell. De akkor a felügyelőbizottság elnök, akkor is két döntés hozhat, azt, hogy minden rendben van, és nem adja tovább a dolgot, vagy azt mondja, hogy nincs minden rendben, és akkor a hatóságoknak ugye átadja az ügyet. Igen, ez így igaz, így igaz. De ezt a sajtótájékoztatón a felügyelőbizottság el is mondta. Tehát ezt megmondta, hogy ez nincs lezárva, tehát majd 2-3 év. Vagy így, vagy úgy. Rákérdezett, hogy mikor kapom meg a válaszlevelet az elnök úrtól, és azt mondták, hogy körülbelül 2 hét. Ebbe belebukhat dr. Hegedűs Csaba? Nem tudom. Ebbe a könyvvizsgálatban nem. Tehát ebbe abszolút nem tud belebukni. Nem is. Magyar Birkózó Ligának ez érdeke lenne egyébként, hogy A Magyar Birkózóligának az az érdek, hogy rend és tiszta, transzparensen meg lehessen mutatni mindent, hogy ne kelljen találgatni, ne kelljen titkozni. Itt az a legnagyobb probléma, hogy mint látjuk, itt nagyon sok pénzről van szó, hiszen hát kicsi furcsa és ellentmondása a dolog, hiszen Hegedűs doktor többször elmondta a tévé nyilvánosságot, hogy közel 1 milliárdos világbajnokságot rendeztünk. Itt rákérdeztek az újságok Gáspár Tamás, hogy mennyi, tehát ezt a kérdést feltették neki, most mennyibe került ez a világbajnokság? Ez azt mondja, hogy ő nem tudja. Hát rászóltak, hát azért mégis olyan 100 milliós különbséget meg tudnám mondani. Hát azt mondja, 400 millió forint. Tehát ez egy kicsit furcsának találjuk, mert hát 400 millió forint, és az közel 1 milliárdhoz azért dupla különbség van. Tehát, óriási, hogy Hegedűs doktor ilyet miért mondott, tehát magam is hallottam ezt a médiában, és azért tényleg ez egy döbbenetes nagy összeg volt, tehát jó lett volna, ennyi lett volna, de azt tudni kell, hogy egy junior világbajnokságot most a tavalyi évben, amely itt volt a Szimacsarnokban, azt 130 millióból rendeztük meg. Hát hozzáértő emberek mondják azt, hogy 250 millióból nagyon jó világbajnokságot lehet rendezni, hát így lett 408 millió, mint hallottam itt, de hát ezek is elég sok ez a pénz is. Tehát ez egy fényűző, igazán fényűző világbajnokság volt, és mi azért ágálunk ezek a dolgok ellen, hogy miközben sorra rendezzük a világversenyeket, és mégis kiderül, hogy mindig veszteséges, de most már kiderült, hogy már nullára hozzák ki, már úgy látszik mindig nullára hozzák ki ezeket a világversenyeket, de hát amikor Hegedűs doktor mondja, 1 milliárdos VB-t rendeztem, és utána a 7 hősnek, akik érmet szereztek a világbajnokságon, már 7 érmünk lett, itt Komáromi Tibor vezetésével csodálatos eredmény született, ennek a 7 hősnek összesen 2 millió forinttal jutalmazták őket. Igen. Ez egy kicsit megdöbbente a közel 1 milliárdos világbajnokság megrendezésre. Másik, ugye azért is kérdeztem ezt, mert ugye időnk szalad, hogy ugye...